Ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság, közölte Baracsi Endre alelnök. Legutóbb két új értékkel gazdagodott a lista, amely így már 94-re bővült. Ez a két érték pedig, nyugodtan mondhatom, hogy különleges érték, hiszen hogyha az értéktárról hallunk, akkor, illetve az értéktári munkáról, akár országszerte, és akkor mindig egy kicsit azt gondoljuk, hogy ezek a hagyományainkra, a múltunkból eredező értékekre vonatkoznak leginkább, de pontosan ezt szerettük volna, és ezért is örültünk ezeknek a javaslatoknak, hogy a jelenhez kapcsolódó értéket is meg tudjuk jeleníteni, és a most felvett két érték egyrészt a Four for Dance táncegyüttesnek a munkássága, akik már országhatáron túlra is vitték Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírét, és ezzel nagyon sokat segítettek a közös cél megvalósításában, hogy azért valóban meg tudjuk mutatni azt, hogy miben vagyunk mi nagyon jók, illetve a másik, az pedig a Kedves Ház, illetve a Kedves Házhoz kapcsolódó pedagógiai program. A közel 100 értéket szemléló lista 7 csoportban gyűjti a helyi értékeket, országos viszonylatban a megyében jött létre először a bizottság. A most felkerült Kedves Ház már több mint 20 éve foglalkozik a Nyírtelek és környékén élő hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával. Bentlakásos jelleggel általános iskolaként működik, közölte a kollégiumot fenntartó alapítvány elnöke, jelenleg 23-an tanulnak itt. Kevésbé a tehetséggondozásra, mint inkább az alap oktatási rendszerre való elérés segíti ez a program, hiszen nagyon sok gyermeknek maga az alap ellátása, az alap iskolázottság elérése és a háttér biztosítása is nagy nehézségekbe ütközik, ezért ezt minden szélesebb körben próbáljuk biztosítani a számukra, mentálhigiénés törődéssel, a kollégiumi ellátás mellett olyan egyéb szolgáltatásokkal, amely az egészségükre, a mentális állapotukra, illetve a további felkészítésükre vonatkozik. A Kedves Ház legnagyobb értéke, hogy akár a reménytelenségből is képes kivezetni a gyermekeket, közölte a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón. A 20 éves Kedves Ház pedagógiai program azt mutatja, hogy az oktatás nagyon fontos a gyermekeink életében, a felemelkedéshez, a társadalmi felemelkedéshez fontos, és a társadalom számára is fontos, hiszen hogyha minél szakképzettebb munkaerő jelenik meg, vagy minél több diplomás jelenik meg, minél több hozzáadott értéket tudnak előállítani, az nem csak az egyénnek jó, hogy ő sikeres az életében, hanem jó egy településnek, jó egy megyének, jó egy országnak is. A Kedves Ház egy elismerő levelet is kapott Orbán Viktortól. Ebből idézte Vinnai Győző, hogy a kezdeményezés az egész nemzet fejlesztését szolgálja. A képviselő hozzátette, a pedagógiai programot a Hungarikum Bizottságnál is jelzik majd felterjesztésre.